Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi impulzus, egy üzenet a Bibliából. Röviden megismételném magamat, hogyan jutottam ehhez a forráshoz. Amikor az anyukám meghalt, akkor ebben a szomorú időszakban kinyitottam a Bibliát, ez adott erőt számomra, és egy bizonyos napon olyan spontánul fogtam a nyakláncomat, kerestem a kapcsolatot az égiekkel, kinyitottam a Bibliát, és láttam azt, hogy a nyaklánc bizonyos szavaknál, mondatoknál más irányba fordul. Amikor én ezt összeolvastam, akkor megkaptam a választ a kérdésemre, ennek volt tartalma. Egy időben jönnek gondolatok kívülről, tehát ez a forrás, amit szeretnék nektek is továbbadni, de hozzá kell tennem azt, hogy a Biblia az egy régi szöveg, más a stílusa, néha kicsit át kell fogalmaznom, hogy érthető legyen a mi hétköznapjainkra, azon kívül a könyv német nyelvű, tehát fordítanom is kell. Tehát nem mindig szóról szóra mondom azt, ami itt olvasható, hanem a tartalom fontos, ez az üzenet. És most indítanék. Valaki jönni fog hozzád, és beszélni akar veled. Ez a személy átnyújt számodra valamit. Jó szándékokkal közeledik hozzád. Nyugodtan elfogadhatod ezt az ajándékot, vagy ezt az ajánlatot. Az elmúlt évben történtek bizonyos dolgok nálad, ami csalódásokhoz vezetett. De most lesz egy új irány, és sikereid lesznek. Ha vannak olyan tervek, hogy szeretnél elköltözni, ne siessd el a dolgokat, mert kapsz egy jobb ajánlatot. Jelenleg még vannak akadályok. Azon kívül valaki megbántott téged, vagy ez lesz a közeljövőben, hogy valaki meg akar bántani téged, de ne foglalkozz vele. Ez is lehet egy akadály. És ez volt az üzenet a Bibliából. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!